Tessenek felállni, kérem. Kérem szépen, a Városi Bíróság meghozta a következő ítéletet. Az 1991. január 19 napját a 23 napjáig őrizetben, azután mai napig előzetes letartásban lévő Rafai Ferenc elsőrendű vádlott, bűnös, egyrendbeli, csoportosan és társtettesként elkövetett rablás büntetében, kettőrendbeli, társtettesként elkövetett személyi szabadság megsértésének büntetében, háromrendbeli, a sértés anyagatásával járó személyi szabadság megsértésének társtettesként való elkövetésében, illetve büntetében, egyrendbeli társtettesként elkezdett kifosztás büntetében, egyrendbeli közokirattal visszaélés vétségében és egyrendbeli társtettesként elkezdett lopás büntetében. Ezért a bíróság, mint összörös visszaesőt halmazati büntetésül 9 évi fegyházbüntetésre és 10 évi közügyekű eltiltásra ítéli. Az 1995. január 19-23 napjáig őrizetben, azután a mai napig előzetesben lévő Molnár István másodrendű vádlott, bűnös, társtettesként elkövetett csoportos rablás büntetében, kettőrendbeli társtettesként elkezdett személyi szabadság megsértésének büntetében és egyrendbeli társtettesként elkezdett lopás büntetében. Ezért őt a bíróság, mint különös visszaesőt halmazati büntetésül, főbüntetésként 6 évi fegyházbüntetésre, mellékbüntetésként 8 évi közügyekületításra ítélik. Ezért őt a bíróság halmazati büntetésül, főbüntetésül 2 évi és 6 hónapi börtönbüntetésre, mellékbüntetésül 3 évi közügyekületításra ítélik. Polgárs ügyi hetedrendű vádlott, bűnös, kettőrendbeli, a sértés anyagatása, valamint 2 évi... Bíró, még annyit szeretnék, hogy az ostás hajnalra kapcsolatban legyen szíves figyelemben, hogy két kiskorú gyermekem van, és nem szeretném, hogy intézetbe kerüljenek, vagy valami. Lehet, ezért van megfelelkezve egy ütésért, de elsődlegesen... De hát ezt majd a másodfokon kell majd elmondania. Jó, jó, jó. 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 Jó, jó, j
Hát aki a rablásban nem volt sajnos, az maradt. Mindent lebontottak teljesen. Mindent láttam. Azt nem. Én nem bírok azóta se lenyomkodni, hát soha nem csinált semmit ez a szerencsétlen János, akkor 2,5 évet nyomtak, még a nagy büntetés. Az uras érdemel. Hát nem érdemlítte még, de azért egy gyembér, Nem fogja fel úgy, mint egy asszony a kisgyerekeit ül. Hát ha őtet elviszik, akkor mi lesz vele a két kisgyerekkel? Tessék, a gyerekek az apja is fog hiányozni. Na hát hiányzik, de hát azért nem tudja, hogy mi az az apja, de az anyját már tudja. Az apja már nem sok van neki, által lövették. Az anyjának van még itten sok. Az apja. Nagyon szeressük az apját. Mi van vele? Hát semmi. Nem kellett volna a hajléktökornokat idehozni. Mi a Bronnak hozták ide, vagy mit csináltak vele, mit tudom én. Azért, hogy a kis árvák itt maradjanak, ki tudja, mi lesz velük. Hát ez neki mindjárt, de hiány. Jó, még szabták, hogy az Isten verje meg, hogy veretlen ne hagyja bírat. Meg az ügyészt is. Az Isten ne adjon neki szerencsét, még boldogságot. No, én még mondom, ha 100 ember előtt is, még a bíróságon is. Csak annyit adjon, úgy verje meg az Isten, mint ezeket fogja verni 2,5 évig. Többet nem kívánok neki. A izéknek, a papoknak, mert papok voltak. Voltam egyszer a tárgyaláson, láttam a papokat. Milyen pap? Hát pap, nem papok. Hát reverinda van rajtuk, nem? Mert azért ő is fél gondolhatták volna, hogy egy ilyen asszonak nem adnak ennyi ítéletét, ami a kocsiba ül. Hát mit csinált ő, hogy a kocsiba ül? Na, amely csizmát akart magának venni, ezért adtak neki 2,5 évet. Hát mert még ha igaz lett volna, amit magyaráznak, akkor még megértem. De ami elment az urával, hogy csizmát vesz, ezért vették el a gyerekeit 2,5 évre. Hát nem félnek az Istentől. Félhetnek. Mi lehet Pali bácsival, vagy
alakult. Nem tudom, én sem így, hogy lesz, mit lesz. És most hogy megy az ott az életük? Ott, meglehetős mi most. Változott valami az ott? Nem. Nem változott, csin. Most hol van hajj? Nagy hajj. Oda még minden nap. Elmegy oda. Jobban telik rajta az idő. Nem tudom, mit csinál, kivel beszél. Ebben nem sokat beszél, mert hát én ezt csinálkul a foratiben. Ide bent ír, egyik jár, lovodában van nagyon, kicsivel megállnak. Na gyerték be, hát jöjjönek be, hát... Jól jártunk a... Na mindegy, a kutya el van szabadulva, addig ne jöjjönek be, mert megharapja. Hát én nem harap. Már voltunk bent, azt hittem itthon vagy. Nem harapod meg. Menj el! Hát, hogy ott lesznek a bírók, meg az a monátikus ügyvezetők, azt levetítik nekik a filmet. Meg ott lesznek a csövesek is, hogy mit szólnak hozzá, azt jó lenne, hogy te is jönnél, meg anyu, meg no. Én, meg ki, még a Pali bácsi, meg az anyósom. Honnattal? Hogy? Jaj, mindig is így kéne. Na jó, hát én bár akkor is behittem volna. Én elmondtam volna, hogy mi a helyzet. De akkor se tudtam semmit. A világon semmit nem tudtam. Csak annak mondtam, hogy Karcsi fél törted a WC-t. Azért visznek a rendőrök össze vasalva, mert nem tudtam semmit. Hát az ember minden nap gyött, az két ütért voltattam hát neki. Azért mi jó jártak emezek azoknak, levettek egy évek, két éveket. Igen, mindegyik meglévettek a szerencsét. A szerencsétleneknek nem vették le. Újságban volt az összes újság, hogy járt, hogy rabszolgaságot csinálnak, meg ezt, meg azt pedig nem igaz.
Hát ő csak azért adták oda nek azt az öregembert, hogy legyenek hárman a három nyugdíjból emberjelent. Emberrablás, de kérem, hogy nehogy kivágják belőle. Emberrablás, kifosztás, eladni rabszolgának, rabszolgaszózba tartás, naponta egyszerű étkezés, napi egyszerű verés. Hát ilyet, ha nekem valaki mesélte volna, esküszöm, hogy azt mondta volna, hogy Hári Jánosnak az unokája. Bementünk vásárolni, ott meg elköltöttem a pénzt, mert vettem ágyneműt, amiben betiszkolt. Mutattam neki, hogy miket vettem. Azt mondta, jó van kis Jányom, így mondta, még ha nem volt abból semmi baj, amiket kitanálkodott. Jól van, azt mondja, hogy ha megvettem, meg hát minden megvettem, akkor vettem neki ennyi valamit. Mondom, majd beosztom neki a hűtőbe, beteszem, azt akkor majd reggelire, vacsorára lesz mit nekik enni. És akkor ide hazahoztuk, mikor a nyugdíjat iratta, hazahoztuk, és akkor elkezdtünk megint vitatkozni. Hát mondtam neki, hát mert akkor is a kis Jányot játszott kint, én nem is vitatkoztam volna vele, de hát oda piszkolt nekem fényes nappal, nem ment el a WC-re, hanem oda az udvarra, a kislány meg ott labdázott minden, hát én olyan ideges voltam. Én takarítsam, mondom el utána, hát nem én az öreg Pali bácsi, hát én kimegy a WC-re, hát ő vele nincs semmi kopta. Ezzel megmondom, hát akkor elkezdtünk megint vitatkozni, hogy mondom, hát nem maradjon itten. Én már akkor mondtam a gyereknek, hogy jobb lett, hát rendben. Elvisi nekik, nem mondom, hát minek ide egy ember, hogy elég vagyok én magam is itt a kertben. Na de hát, én aztán bemutatkozott másra, egy éjszakán itt állt, össze-vissza piszkolt mindentől a ment. Ágy nem itt, meg a szőnyeg. Akkor kinyitni le, 5 órakor az udvarba, utána visszamegyek. Majd negyek kapkor kinyit, mindjárt azt kérdezte tőlem, hogy ha mikor nyit a kocsma? Hát mondom, jó ember, én tudom ilyet, ne kérdezem, de én nem tudom, nem jár ki a kocsmába. Azt mondja, hát nem tudom, a húgból. Mondom, tudok én. Hozzá kell egy likerbot. Elmentem, hoztam egy ilyen likerbot, nekem kijöntött 2 decibort, többit vitt a kocsiba magával. Kinyittem a kaput, elvitték. Becsuktam a kaput, magadó, hála jó Istennek. Elment a szarok emberit. Rendőri jelentés. Mezőcsát, 1995. január 18-a. Jelentem, hogy szolgálatom teljesítése során a tegnapi napon, azaz 1995. január 17-én 11 órakor az Árokthői KMV iroda előtti útszakaszon igazoltattam Olá Béla, született Petneháza, 1934. november 11-e, anyaneve Ferkó Veronika, Miskolc, Baros Gábor út 13, hajléktalanok menhelye alatti lakost. Nevezett személy az igazoltatás után azt kérte, hogy 4 szemközt szeretne velem beszélni a KMV irodán. Ott Olá Béla előadta, hogy őt 3 napja hozta el Miskolc, Marx térről Molnár István Árokthői lakos, akit ő ismert, mert már volt nála Árokthőn. Azért jött el Molnár Istvánnal, mert az neki egy kis munka ellenszolgáltatásaképpen ennivalót és szállást ígért. Azonban ő nem egyezett meg Molnár Istvánnal, ezért őt Molnár elzavarta, és úgy fogadta be Rostás Károly Árokthői lakos. Ezzel a férfival sem érti meg magát, és vissza akar menni Miskolcra. Ezek után az utcán várakozó Rostás Károlyt behívtam a KMV irodára. Rostás Károly elmondta, hogy ő nem tartja vissza Olá Bélát, bármikor visszamehet Miskolcra, pedig nála jó helye volna. Olá Béla kérdésemre elmondta, hogy őt nem erőszakkal hozták el Miskolcról, és itt sem bántalmazták. Az intézkedésen végén Olá Bélának átadtam a személyi igazolványát, aki eltávozott azzal, hogy visszautazik Miskolcra. Jelentésemet tudomásul vétel véget teszem meg. Kis Bertalan őrsparancsnok, Kalber Imre rendőrfőtörzsőrmester. Mit gondolsz erről az egészről? Én nem tudom, hogy mit gondoljam, de jó, nem tudom. Úgyhogy össze-vissza hazudkálnak, nem tudom, hogy majd hogy hisz nekik a bíróság. Hát nem tudom.
Hadd üljön le! Majd légy meg! Mondok a másik bácsi, Rakos Anyi bácsi, vagy mit tudom, miért volt jó az a helyzet, vagy az a hely, ahol ő él, és miért nem volt jó a Béla bácsi. Szóval nagyon ellentmondásos dolgok ezek, holott én is szóval nagyon, most én nem a jogot akarom itt bírálni, mert ahogy szóval nem vagyok felnőve, de végül is valami kicsit azért mégis kellene szólnom, mert valahogy az ellentmondások ott ütköznek, hogy nem láttak tiszta képet ebbe az ügybe a jogi oldalról, mert ugye csak a elmondások alapján azt nem vették figyelembe, hogy alkoholista volt az ember, stb. És bepiszkolt, és még ennél fogva is, és az... Hogy nyugdíj, ami a tévé volt. Hát az miért lett volna elég ahhoz, hogy egy életre fenntartja, egy családot fenntartson egy életre? Azt szeretném kérdezni, Lőrös bácsi, legyen sértettek, hogy hogy éreztem magát állottan? Jó. Jó. És bántották magát? Nem. És kapott... Kinél lakott, Lőrös bácsi? Kinél lakott? Meséljen. Kilencvennégytől? Igen. És akkor is már ilyen beteg volt? Igen, nagyon ilyen volt. Akkor hogy tudott ilyen valomást tenni? Ez egyszerűen mi elvédést egy belekontásra. Megkérdezzük akkor, jó, az utolsó mondat körül így hangzott, hogy hosszasan terveztük, tanakodtunk azon, hogy hogyan sikerül-e meg szökni ebből a rabszolgaságból, amiben éltünk mi állottunk. Hát nagyon sajnálom, hogy Lajos bácsi ezt nem tudja szó szerint megcáfolni. Én nem tudom, hogy az ember mióta beszél, mióta nem beszél így. Feltehetően a nyomozó kolléga azt írta le, amit az öregem. Hát, ha így beszél, akkor elnézést meg kell cáfolni, mert így nem tud ilyen szöveget elmondani. Egy ilyen szöveget így elmondani, így javaslom, hogy ez elmondani, nem tud egyszerűen, hát ez kételem. Miért kér egyben vélni az összes árottövi cigán? Tessék már ezt nekem tizét megmondani. Mert én is cigány asszon vagyok. No, nem tudok írni, nem tudok olvasni. Akkor miért csinálták maguk ezt a hülyeséget, ami most már? Hogy ennyi éveket nyomottak ezeknek a szerencsétleneknek. Mert az unokám nekem, aki 2,5 évet kapott. Tetszik tudni, de életében még nem lopott. Még én sem, meg az összes családom sem. De akkor miért csinált ezt a Leningvárosi rendőrség? Mondja meg nekem. Tessék már félni a figyelmemet, mert maguk csinálták. Most az ügyész úr élet az utolsó szója. Megfordítva a bírósági tárgyalásokat. Tárgyalások rendjén. Nem anyagi igazságot oszt a bíróság, ez egy régi igazság, hanem alaki igazságot. Tehát amiket vallomások formájában a bíróság elé odavisznek a tanúk, a gyanúsított, stb. Mert az objektív és az anyagi igazságot azt talán csak az elkövetők, és azt hiszem, a jó Isten tudja. No, ezen vallomások, tendenciózus vallomások alapján, ami a film elején megszólalt egyébként, hogy Olá Bélát igazoló ároktői rendőrség mit jegyzőkönyvezett le egyrészt, hogy nem erőszakkal kerültem ároktőre, négy szem közt kívánok beszélni, és akkor közölte ez. Másrészt Olá Bélának az a vallomás, amikor magába már Rostástól bekerült, és Miskolcon megtette a feljelentését, hangsúlyozom, nem a Leninvárosi, a Tiszaújvárosi rendőrség előtt, hanem Miskolcon megtette a feljelentését. Ez ettől a ponttól jutott el végig, végül odáig,
a tiszaújvárosi rendőrség előtt Olá Béla, eddig a szóig, hogy engem közben a kocsiban kiraboltak. Eddig a szóig igen hosszú volt az a sok össze sok vallomás, amit a bíróság végül akként értékelt, hangsúlyozom, hogy őt kirabolt. A vádiratból. A gyanúsítottak Ároktő felé indultak. Nyíklátháza és Mezőcsát között Molnár István gyanúsított felszólította a sértettet, hogy nyugdíját adja át Rostás Hajnalkának. Olá Béla tiltakozott, de Raffai Ferenc közölte vele, hogy ha nem teszi meg, akkor a gépkocsival lekanyarodnak a szántásra, és ott megöli a sértettet. Szóltok Molnárnak, hogy ha nem akar így adni a pénzt, akkor húzza el a szántófülökre. Én utána nem szóltam egy árva szót sem, hanem megnyugtam a zsebbe, és odaadtam a pénzt. Mert? Hát ne féltem. De mit? Hát mit jó, hogy belészek, akkor rosszul kardulóját. De hát ezt ki mondta magának? Életveszélyes. Ezt nem mondta senki? Tehát ezt nem mondta senki, hogy és agyonverne, igaz? De ezt csak maga gondolta. De miért itt van a számpókörre? Képzeld el, ha nem indítjuk ezt az egészet el, hogy hány embernek teszik tönkre az életét. Megmondom őszintén, én nem akartam tenni az egészet. Lehet, hogy már két év meg is fogom majd bánni, de van egy női ismerősöm, és na, hogy mondja, pultos az egyik. Azt mondta, hogy ne hagyjad. Azt mondta, hogy ne hagyjam, és ha hagyom, akkor engem az életben tudják kinek a szolgálni. Igen. Na. Ez egy nagy büntetésnek volna. Nekem még most is tiszta a lelki ismeretem, bármennyire is népszerűtlenül hangzik az, amit mondok. Én nekem szent meggyőződésem az, hogy a vádoltak azt a bűncselekményt, amit én a tervükre róttam a vádiratban, elkövették. Nem akarok az ügy részleteibe belemenni, mert egyszer nem tehetem meg. Azért nem tehetem meg, mert nem adatik meg nekem az a lehetőség, és azt hiszem senkinek a legfelsőbb bíróság kivételével, hogy egy jogerős bírósági döntést kritizáljak, akár jogi, akár ténybeli szempontból. Engem az emberi tragédiák mindig megrendítenek, legyenek ezek az emberi tragédiák roma családokat ért tragédiák és magyar családokat ért tragédiák. Ebben a filmben, vagy ebben a történetben tulajdonképpen csak tragikus hősök szerepelnek. Ez a szent meggyőződésem, és ezt a beszélgetés során annak idején ki is fejtettem. Tragikus hősök vannak azok a roma családok, akik különböző eszközöket, módszereket kihasználva megpróbálják biztosítani a saját létfenntartásukat. Ezek a módszerek sokszor törvénybe ütköznek. A törvénybe ütköző módszerek ellen fel kell lépni, épp az egész társadalom érdekében, sokszor a roma családok érdekében is. És itt utalok néhány hozzászólásra, hogy a rendőrök mit csináltak. Nagyon elítélendő. A rendőrök fel kell jelenteni, meg kell büntetni. De ugyanúgy meg kell büntetni a roma családokat is, ha megszegik a törvényt. Nem lehet útlevél, nem lehet védjegy a törvényszegésre sem a szegénység, sem az etnikai hovatartozás. Ha én most azt mondom önöknek, hogy Tiszaújvárosban a bíróság elé állított embereknek lényegesen több százaléka magyar, mint amennyi a roma, akkor azt remélem, nekem ezt elhiszik. Ha elmondom önöknek, hogy a letartóztatott emberek közül szintén százalékos arányban több a magyar, mint a roma, remélem ezt is elhiszik nekem. És azt is elhiszik nekem, hogy csoportos rablásért a magyar etnikumhoz tartozó személy is ennyit kapott volna, amennyiben nekem szent meggyőződésem, és ezáltal a bíróságoknak is szent meggyőződése, hogy ezt a bűncselekményt igenis ők elkövették. Kérem, én tudom, hogy nem a hangulathoz illő dolgokat mondok önöknek. Megúszhattam volna ezt az egész beszélgetést akkor, hogyha elegánsan kimentem magam a Horváth úrnál, és azt mondom, hogy egyéb elfoglaltságom miatt nem tudok részt venni. De ezt el akartam mondani önöknek,
azért, hogy tudják, hogy az ügyészség rajta tartotta a szemét az egész nyomozati eljáráson. Hogy tudják, hogy az ügyészség jelen volt az elsőfokú bírósági tárgyaláson, de ott már a döntés nem az ügyészség kezében volt, hanem a bíróságéban. Az elsőfokú eljárás során az ügyész is éppen olyan jogokkal rendelkezett, mint akár a vádlott, akár a védő. Tehát ha az elsőfokú bíróságnak az lett volna a meggyőződése, hogy ezek az emberek nem bűnösök, akkor az elsőfokú bíróság ezt fölmenti. De nem mentette föl, hanem elítélte. És jött még egy bíróság, egy másodfokú bíróság, aki szintén felülvizsgálta az egész eljárást az elejétől a végéig. És a másodfokú bíróságnak is az volt a szent meggyőződése, hogy a vádlottak elkövettek bűncselekményeket, és annyi évi börtönbüntetést érdemelnek, mint amennyit végül is megkaptak. Én magam nem tudom, mert nem kaptam meg a másodfokú ítéletet, de úgy hírlik, hogy 7 évre szállították le a 9 évet, a 2,5 év megmaradt, és ilyen jellegű büntetéseket kaptak. Azt azért annyira bízni kell a magyar igazságszolgáltatásban, hogy ennyi szervezet, amelyik nem azért kapja a fizetését, hogy bármilyen etnikai kisebbséget vagy bárkit elnyomjon, hanem egészen másért, ez a szervezet egyrészt elkismeretesen kivizsgálta az ügyet, másrészt a legjobb meggyőződése szerint bizonyítékok alapján döntött. Mert ha ezt nem hisszük el, akkor innentől kezdve tulajdonképpen minden sarköve, amit mi most demokráciának nevezünk, minden sarköve összeomlik. Mert utána minden ügyben mondhatja a vádlott, hogy ártatlan voltam, de elfogultak voltak velem. Minden ügyben mondhatja a sértett olyan ügyekben, amikor a vádlottak felmentették, hogy Magyarországon nincs jogbiztonság. Miért mondta maga Rostás hajnalnak, hogy úgy mondja, hogy hát Raffai vért tejet, vagy Raffai csinált ezt az ügyet? Hajnalka másképp belesébb lett volna, mert a csizmáé ment Miskolcra, nem lopni. Tessék figyelembe vinni. Nem az ügy, még bántsam az ügyész úr, vagy a ügyvény, mindegy, hogy ügyész vagy ügyvény, de nagyon rosszat tettek a tűzemelőnek, a szerencsétlen két gyerek és anyának. Hogy volt lelki ismeretek adni 2,5 éve, aki egyáltalában még büntetve se volt? Nem szabad az így ítélkezni. Most ki lehagyja azt a két kisgyerekét? Két csípett kisgyerekét, az a hajnal. Kire? Az uramra van a börtönbe. Kire? Én rá? Én már nem vállalhatom el. Az ügyész úr elvállalhasson. Én? Inkább jobb lesz a szelvasod, mert én csinálva vagyok rögtön. Ez a Borsodabói Zemplén megyei bíróság büntetés végrehajtási csoportjától jött. A bíróság felhívja Rostás Hajnalka elítéltet, hogy a 2 év 6 hónap börtönbüntetés törvényesen kiszabott szabadságvesztésének megkezdése véget, a büntetés végrehajtási intézetben Miskolc Fazekas út 4 szám alatt 1997. február 12-én délelőtt 10 órakor jelentkezzék. A jelentkezés elmulasztása esetén a bíróság elővezetése iránt fog intézkedni, amelynek költségeként kilométerenként 200, azaz 200, de minimum 3200 forintot kell megfizetnie. Miskolc 1997. január 21-e napján, büntetés végrehajtási bíró SK. Figyelmeztetés. A szabadságvesztés megkezdésre józan állapotban köteles jelentkezni. A személyes használatára következőket hozhatja magával. Egy napi hidegérelem, önborotva fogápolási szerek, mosdószappan és egészségügyi papír. Ha a személyes használatára szolgáló, a felsorolt tárgyakon kívül más tárgyat, szeszes italt is magával hoz, azt a BV intézet a saját költségére a hozzátartozónak vissza kell küldenie. A BV intézet biztonságára veszélyes tárgyakat elkobozzák és megsemmisítik. Ha olyan kiskorú gyermeke van, aki a szabadságvesztés végrehajtása alatt felügyelet nélkül maradna, ezt a körülményt a jelen felhívásomra hivatkozva a büntetés végrehajtási csoportnál a gyermek nevének, korának, lakó vagy tartózkodási helyének megjelölésével be kell jelenteni. Talán van egy esélyünk még. Haj nincs, begajósait, ó, Istenem, világháborúva. Én bemegyek a kárba, lefelé, ne is halljam. A gyerünkám a gyerek, sírva, hát most is vágva. Én nagyon szeretem őket, hogy a lépen van, mint az enyém van, úgy szeretem őket.
A kicsikor óta én neveltem ott is, meg már emett is. Ez is reggel, milyen ki... Megkaja, hogy beszélek, már kiabál. Papó! Papó! Gyere, vegyék az ágybú! Ja. Meg gyerek ágyba, oda bent is. Vegyék, mondom, hát vegyétek már ki, adjon ki felé. Akkor felétette így ingi, az eddig szólt nekem. Papókám, feléd lettél. Mondom, fel kisjá. Mit csinálsz én? Unom nekik az ágok. Mert cukrot nem eszi meg. Csak a kristálycukrot. Emilyen cukrot nem eszi meg. Nem kell neki. Se a túró rudi nem kell. Nem jó, azt mondja, nem jó. Nem jó. Hozok nekik, megadtam még egy szál, oda voltam valamit meg beúrni, azt a matekolni egyik ürgéle, azt a kaptam egy kis pig, egy száros, meg egy csomagrá, egy rendes csomagrágó. 100 valahány forintot fizett a barágói. Hol megyen nekik? Tudom, hogy az a végén. Nem sajnálom én tőle. Utolsó 10 évemet oldalom meg. Gyerekekre. Nem tudom mi. Idegesül is. Hát fél, hogy elmegyek, azt hát se tudja már, hogy mit csináljon. Szeretnél nagyon. Mi lesz rá, ha te elmész? Hát akkor ide költözi Kirénke, azt itt lesz a gyerekekkel a testvére. Akar itt marad, akar meg elmegy. Én nem tudom, mit csinálok. Én nem tudok már semmit kezdeni. Akar elmegy, akar meg itt maradhat. Na, majd eldönti. De neked mindegy van, hogy mi lenne vele? Hát nem lenne mindegy szegény, hogy mi lenne. Csak idegesít szegény. De most én mit csináljak? Tiszteleti Szerváros Városi Bíróság. Jaj, akkor... Amúr az vastás hajnalka elítélt, az ellenem folyamatban volt 2B120/1995. Számú büntető eljárásban. Az alábbi tiszteleteljes kérelmet terjesztem elő. Kérem, hogy a tisztelt bíróság, a Borsodabói Zemplén Megyei Bíróság 2BF 753/1996 számú ítéletével jogerősen kiszabott végrehajtható börtönbüntetés megkezdésére 3 hónappal történő elhalasztását a BE 398. paragrafus első bekezdése alapján engedélyezni szíveskedjük. Kérem, indoklásaként előadom, hogy fenti eljárásban mind velem, mind élettársammal szemben a tisztelt bíróság végrehajtható szabadságvesztési büntetés szabott ki, mely ítéletet ugyan a másodfokon eljáró bíróság némely tekintetben megváltoztatott, azonban a büntetés végrehajtását egyikünk esetében sem függesztette fel. A perirataiból is kitörően 2 kiskorú gyermekkel rendelkezünk, akiknek sorsát a szabadságvesztés megkezdéséig megnyugtatlanul rendezni szeretnénk. És úgy tudom, hogy amint megérkezik az írásos ítélet, abban a percben meg tudják írni a kegyelmi kérvényt, vagy pedig a felülvizsgálati kérelmet. Itten? Ott a nevet fölött. Kívánok. Ez a Váci börtön?
Azt szeretném kérdezni, hogy a férjemmel szeretnék beszélni, Molnár Istvánnal ott van. Igen. Életbevágóan fontosat szeretnék neki mondani. Igen. Hát de nem hívná oda, hogy tudnák vele beszélni, mert nagyon fontos lenne. És egy 10 perc múlva visszahívnám, és a nevelőivel beszélne, hogy megengedni, hogy telefonáljak vele, mert életbevágóan fontos lenne. És muszáj vele telefonálni, mert... És hogyha üzenetet átadnák magát, megmondaná neki? Azt, hogy Ároktől hívja az élettársa Rostás Hajnal? Igen. Hajnal. És hogy a köztársasági elnök megadta nekem a kegyelmi kérvényre a 3 év függesztést. Ezt legyen már szíves neki mindenképp átadni, jó? Megkaptam és felfüggesztettek 3 évre. Nem lehetne mégis beszélni vele, kérem? A számja az árka szám? Anya, hívj ott van. 3/196. De feltétlenül mondja már meg, az Isten áldja meg, tegye már meg ezt. Nagyon szépen köszönöm, viszont hallásra. Te nem megy be a börtönbe. Hogy veletek maradok? Így velem marad. És a postán kaptam a levelet, meg a képeslapot. Nincs bele betegedtek, nincs bele, tönkre mentem bele, nem bírtam elviselni, ugye a börtönbe. Hát ideig idegeskedtem, mert mondom, Isten, azt kapjuk meg, azt a papírt, hogy nekik be kell vonulni. Hát mondom, elmondom, bele is vagyok. Kivezeti a kocsit? Nem bírtam volna elviselni, de egy gyerek itt hagyja, hát az borzasztalik a számomra. De megmutatta, én egésznap sírtam, és sírtam, ha akartam, hanem nem is tudom, mit elvisztem, borzasztóan. Kicsi, már mostan örülök neki, nagyon szabad. Soha többet, ilyenbe, soha többet, de ugyan, jó Isten, de áldja meg a jó Isten mindegyiket, aki csak segített meg. Tényleg annyira mindenki rajta volt, hogy segítsen Hajninak meg. De olyan nem is volt, aki nem sajnálta, mert ártatlanul valakit ezen. Szóval dolgoztam. Pont bűte születésnapomra a képeslapot, mert holnap lesz. Na, ez nagyon nagy ajándék volt, hogy felmentettek születésnapi ajándék. A postára mentem, a postás jött ki, én megmentem be. És... a postás írt a levelet, és meg képeslapot is adott. Képeslapot is adott, és bementem a postára, feladtam a levelet. Még jöttem az úton, akkor bontottam fel a levelet, hogy néztem, hogy ez nem is a Pisti küldte, hanem az igazságügyi minisztérium. És hát akkor bontottam fel, de voltak ott a presszó előtt sokan. Mondom, mi van, mély sírok, mi van vele? Hát mondtam ott, hogy nézzék már meg, hogy mi ez, mert én nem értem, csak könnyezetet elmondom. Azt mondták, hogy hát ez 3 éve fel vagyok próbaidőre függesztve. Azt mindenki örült annyira, ott a presszónál is igaz, hogy a bolt előtt sokan voltak, mindenki annyira örült, hogy sikerült. Én ne érem, bakkész. Alig váltam, még a tanácsra is bementem, nekik is mutattam. Tehát anyunak, anyuhoz mentem, siettem a utána mamához, hogy mindenki tudja, utána le, anyósomékhoz, hogy azok is tudják.
És mindenki úgy örült neki. Egyszer megy itt ki a rendőrség ide, nem volt ide az anyjáinál. Itt ki a rendőrség, hajni húva. Hát mondom az anyjáinál. Mi az? Mondom, még keresi. Hát be kell volna neki vonulni. Hát mondom, de nem kell bevonulni. Na, hogy ittem volt, hittem, hogy itt a papír. Lehet, hogy már itt volt a szekrényben. De ő bevitte álma. Mondom, mindjárt nem mutatom a papírt, mondom, hogy itt. Blencárpáltó a papír, hogy nem kell neki bevonulni. Jó van, akkor azt mondjuk. Most akkor lementek oda, betétek arra, hogy mi a helyzet. Én csak ennyit tudok. A Böntzápárnak valami titkárnője, vagy titkárja, azt vitte el a papírre. De ő akkor pontosan kint volt külföldre. A Böntzápárnak. Hallom a hírekben, amikor mondják, hogy ebben ez a hára megy, meg a mára megy. Mondtam is olyanak, hogy hát már kint van kézfölde. Nem baj, azt mondja, majd intézkednek ott, van ott, aki intézkedje. Akkor titkálja itt a papírt. Már dolgozik Pisti is valami vardában. Cipőfarkban dolgozik. Tanfolyamot is elvégezte varró gépre, ezt most már dolgozik. Még levelet is alig ír, annyira elfoglalja a munkát, annyit dolgozik. Annyira hiányzik neki. Kicsi meg nem is ismeri, Lacinak mondja, hogy apu, bátyámnak. Az annak mondja, hogy apu szegény nem is ismeri. Már se tudom gondolni, hogy mi lenne, hogyha elengednék. Fogmosást azt elfelejtettem. Mennék oda a családomhoz. Eljött ennek az idejét, amit már nagyon régóta várok. És mi az, hogy mikor fogsz szabadulni? Mióta már jogerős lett az ítélet. Azóta számolgatom, hogy mikor esedékes. És azt, hogy mai nap lesz, az mióta tudod? Hogy ma szabadulsz? Mai nap lesz? Hát ezt ott október 27, ha jól hiszem. Akkor voltam kedvezménytárgyalás. Megkaptam a kedvezményt, hát dörültem neki. Végül se vigyáztam egész végig, hogy ezt a kedvezményt megkapjam. Minden előbb uralda legyek, mert ha nem, akkor csak 2000 harmadik hóval mentem volna. Így sikerült. Hogy képzeled el a mai napot? Tessék? Hogy képzeled el a mai napot? Hát családommal szeretnénk tölteni. Jézusen, amit testvéreim. Hol mi van a gyerekekkel?
Igen. Molnár István. Születési hely? Miskolc. Idő? 71-83. Anya neve? Rostás Róza. Akcím? Árok Tüde, Ferenc út 36. Ügyelök kapolj, egy fő szabadulók, ne? Kopi, hozzam a fegyőt! Beszélőre elhozták, megpuszítottam, mégsik jutott, elkezdett sírni, de elszaladt tőle. Nem ismert hát. Jövő a pár. Jövő a pár. Ismered? Ki a pár? Ki? Nem. Ki a pár? Ki a pár? Nem. Jövő a pár. Ismert? Ma. Nem, kicsi jár. Megbarátkozott velem. Nem, kérdezik. Apu, 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 Kapaszkodj!